Köszöntöm nézőinket, Önök Telena magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Színdarab. A tolnai diákok különleges műsorral készültek március 15-e alkalmából. Városvezetés. Berta Zoltán a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Tolnán. A legkisebbek is megemlékeztek. Műsorral készültek a tolnai diákok 1848 emlékére. Dekoráció. Tojásfa díszíti Tolnát. Rendhagyó előadással készültek a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc alkalmából. A produkció a március 15-i események másnapját mutatta be. A szabadság azt jelenti, hogy felemelt fejjel járok. Azt jelenti, hogy az emberek szemébe nézek. Azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. A szabadság az embernek olyan drága kincse, amit meg akar védeni. A tolnai városi ünnepségen felszólalt Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere. Beszédében úgy fogalmazott, a forradalom eseményei, a szabadságharc küzdelmei és az azóta is őrzött jelképei egyszerre fejezik ki a magyarság tiszteletét a történelmi múltja iránt, a közös elhatározásban rejlő erőt és a cselekvés lendületét. A magyar forradalom és szabadságharc ezért nem csak újkori történelmünk messze világító eseménye, hanem egyben nemzeti önazonosságunk alapja is. Ahogy a Jókai már 1848-ban olyan jövőbelátóan fogalmazta meg, kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék. Az 1848-as forradalom nemzetalkotó eszméi olyan alapokat teremtettek, amely a kiegyezéshez, 1956-hoz és a rendszerváltozáshoz is példát adott. Olyan elődeink, hőseink vannak, akik az egységet, a nemzeti békét és az európai felzárkózást állítják elénk példaként. Olyan hősök, akik egész Európának például szolgáltak. Nem legyőzni, megsemmisíteni akarták mindazt, ami volt, hanem jóvá tenni azt. Megértetni a világgal, hogy közösen, nemzetben gondolkodva lehet európai értékeket, haladást és fejlődést elérni. Mindennek eredménye pedig a polgári Magyarország megteremtése lett, ezért 1848. március 15-e a modern Magyarország születésnapja is. Az ünnepi műsort Dudai Gabriella és Schneider Zsuzsanna a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai készítették. Kezdődik egy ötleteléssel, ahol kitaláljuk, hogy egyáltalán mi legyen a koncepció. Egy ilyen teljesen szokatlan műsort találtunk ki, az lesz a címe, hogy március 16-a, és az ünnep utáni, vagy hát a forradalom utáni nap elevenedik meg, annak a hajnala, amikor az utcaseprők mindenféle relikviákat találnak az előző napról, és az utca népe, ahogy kommunikál ezek alapján az utcaseprőkkel, végül is megelevenedik az előző nap minden eseménye, minden fontos eseménye. Megpróbáltuk megnézni a kulturális eseményeket, és a történelmi hűséghez próbáltunk ragaszkodni. A szereplők azok hétköznapi emberek, tehát egyiknek sincsen neve, sem Petőfi, sem Jókai, sem más fontos személyiség nem fog megjelenni, hanem virágárus lesz, hölgy lesz, diák lesz, nyomdász lesz, aztán lesz a két utcaseprő, és mindig zenei betétek fogják az egyes jeleneteket összekapcsolni, és hát nagyjából a darabnak a csúcspontjánál majd elhangzik a bánkbánból egy részlet, ami ugye az aznapi előadás volt a pesti nép követelése okán, és akkor a végén énekkel zárul, ahogy az szokott lenni, mert hogy ez a felépítés, ez szokott a közönségnek tetszeni. Ez egy nagyjából 25 perces darab, és tegnap már volt az iskolai előadás, tehát az iskolai műsor, azt szoktuk mindig főpróbának tartani. Schneider Zsuzsanna fontosnak tartja, hogy a tanulók minden egyes évben átérezzék ennek a napnak a jelentőségét.
És hogyha lehetőségünk van rá, hogy őket is bevonjuk a műsor elkészítésébe, és kortársaktól ismerjék meg a nap történetét, akkor mindenképpen kell rá időt szánnunk, hogy a műsort elkészítsük, és hogy a gyerekek részesüljenek ebben az élményben. Ugye eleve a történelem oktatás nagyon fontos kiemelt érettségi tárgyunk, úgyhogy erre különös hangsúlyt fordít a gimnáziumunk is. Nagyon sok olyan történelmi emlékkel dúsítottuk a műsort, majd a kivetítőn lehet látni, amik kortárs feljegyzések, fotók és grafikákat tartalmaz majd a videóvetítés. Hát a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy muszáj, hogy megismerik a gyerekek és beépüljön később, és majd, hogyha ma ők is szülőként jönnek el megnézni a gyermekeiket, akkor ők is ugyanígy átérezhessék a nap örömeit. Bali Emma virágárust alakított az előadásban. Szerinte a próbák rendkívül hasznosak voltak. Előtte még voltak szövegpróbák, amíg összeolvastuk, hogy ki kivel fog beszélni. A tanárnők nagyon segítőkészek voltak, segítettek abban, hogy milyen hangnemben mondjuk, milyen a karakterünk, tekintve, hogy ők írták a darabot. A szereplők jól összetudtak kapcsolódni egymáshoz. Nagyon örülök, hogy másik osztályokkal tudtam együtt dolgozni, mert így nagyon összehozott minket az évfolyamokkal, és nagyon várom, hogy már legyen következő alkalom. Én majd egy hölgyel fogok beszélni, arról, hogy adjak neki, eladom a virágaimat, és az akkori divatról fogok beszélni, azért is van benne ez a jelenet a darabban. Az eseményt követően a megjelentek átvonultak a Szent István Parkhoz, ahol közösen koszorúztak. Berta Zoltán lesz a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Tolnán a júniusi önkormányzati választásokon. A politikus jelenleg az alpolgármesteri tisztséget tölti be a településen. Berta Zoltán a felkérésről úgy nyilatkozott, nagy megtiszteltetés számára, hogy polgármesteri jelöltként indulhat idén Tolnán. Ez egyben nagy felelősség is. Amíg 2006-ban Sümegi Zoltán polgármester úr által elindított, majd Appelszófer Ágnes polgármester asszony által folytatott munkát tovább vihetem, tovább szolgálhatom Tolna és Mös fejlődését. Több mint 20 évet dolgoztam a versenyszférában, közte jelentős időt itt Tolnán voltam vállalkozót, végzettségemből adódóan elsősorban gazdasági és pénzügyi tevékenységet szereztem tapasztalatot és ismereteket, illetve hát számos helyi vállalkozót, számos helyi lakost ismertem meg. Ezeket a tapasztalatokat hoztam bő egy évtizeddel ezelőtt a közszférába, előbb intézményvezető voltam, majd 2014-től Tolnaváros alpolgármestereként, majd 2019-től már közvetlen önkormányzati képviselőként is szolgálom településünk mindennapjait és annak fejlődését. Elsősorban ugye az első években, mikor ide kerültem önkormányzatunkhoz, akkor azokat a vállalkozásból hozott gazdasági, pénzügyi ismereteket kamatoztattam, ebben segítettem településünket, majd lépésről lépésre, mondhatom utcáról utcára megismerve és járva a várost, a település irányítás feladata is hozzám kerültek, így megismerve az itt lakókat, az itt dolgozókat, az itt működő vállalkozásokat, erre alapozva készítettem el 2020-ban ennek az önkormányzati ciklusnak a gazdasági programját, és gyakorlatilag erre épült az a fejlesztési stratégia is, mit a közeljövőben vagy középtávon majd szeretnénk a jövőben megvalósítani településünk fejlődése érdekében. A jelölt kiemelte, nagyon fontos számára, hogy a verseny, civil és a közszféra közötti együttműködést erősítse. Meg kell ismerni egymás igényeit, lehetőségeit, hogy egy még élhetőbb, még gazdagabb várost tudjunk építeni magunknak. Nem lehet más a célkitűzésem a jövőt illetően sem, mint hogy továbbra is széleskörű, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítani az itt élőknek, itt dolgozóknak, úgy a nevelés, úgy az egészségügy, úgy a szociális ügyek, mint a település üzemeltetés területén. És természetesen fejleszteni. Olyan beruházásokat megvalósítani a településünkön, amelyek biztosítják a fejlődési lehetőséget az itt működő vállalkozásoknak, esetlegesen újak letelepedéséhez, de biztosítják a közösségek számára is a fejlődést, hogy vannak olyan közterek, közintézmények, ahol a kulturális, sport, szabadidős tevékenységeket magas színvonalon lehet űzni. És nem utolsó sorban olyan fejlesztéseket, hogy az itt élő emberek, itt dolgozó emberek mindennapjait megkönnyítsük. Ha tömören össze szeretném foglalni, akkor a jövőben is egy olyan településért, egy olyan városért szeretnék dolgozni, ahol jó élni, ahova jó hazatérni. A fejlesztések egy részét az önkormányzat saját forrásaiból szeretné megvalósítani. Az elmúlt évek hatékony gazdálkodásának eredményeként vannak tartalékai a városnak.
Ugye előttünk vannak azok az uniós források, az úgynevezett TOP plusz településfejlesztési programból, amelyekből az elkövetkezendő években komoly beruházásokat lehet a városban megvalósítani. Itt 2 tucatnyi programról beszélhetünk, amelyek a közterületeinket, intézményeinket érintik. Gyakorlatilag nem, ha ezt a programot végre tudjuk hajtani, már pedig célunk az, hogy végrehajtsuk, akkor gyakorlatilag nem lesz olyan önkormányzati épületi intézmény, amely kisebb-nagyobb fejlesztésen nem menne át. Továbbá a közterületeken el fog indulni egy útfelújítási és egy csapadékvíz elvezetési program is. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szemlési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Baja és Fia Vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. Műsorral tisztelektek a tolnai Vosinski Mór általános iskola 3. osztályos diákjai, az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ez a magyar világ a kokárban, 3 szín, a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt fejezi ki. A tolnai iskola minden évben megemlékezik március 15-éről. A műsor színes volt, hiszen különböző versek, jelenetek, dalok, táncok szerepeltek benne. Ezeket a gyerekekkel a délutáni napközis tanórákon próbáltuk betanítani. Többször gyakoroltunk az iskola épületében, többször átjöttünk ide a sportcsarnokba felkészülni, tegnap megtartottuk a főpróbát. Reméljük, hogy műsorunkkal emlékezetessé tudjuk tenni ezt az ünnepnapot, méltóképpen tudnak majd emlékezni a későbbiekben 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepére. A tanár kiemelte, minden márciusi hős példaként állhat a gyerekek előtt. Bíznak benne, hogy a hazafiak tetteiből tudnak merítkezni a fiatalok a későbbiekben. A gyerekekhez a versek és a táncok, dalok sokkal közelebb állnak. Igyekeztünk olyan verseket találni, amiket ők is megértenek, és hát meg tudják érteni a jelentőségét, és tudják azt, hogy kik is ennek a jeles napnak a szereplői és a neves személyiségei. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, a márciusi ifjak példát mutatnak nekünk bátorságból, hazaszeretetből és hazafiságból.
Büszkén mondhatjuk, hogy országunk történelmének egyik legfontosabb és legdicsőségesebb része az 1848-as márciusi forradalom, amit egy maroknyi fiatal a Bécsben kütött forradalom hírére döntötte a Pilvax Kávéházba, és indított el március 15-én hajnalban. Nyomdafoglalás, 17 volt, nemzeti dal, tánc és kiszabadítás. Ebben az időben nem volt tévé, rádió, internet, okostelefon, Facebook, Instagram, TikTok sem, ahol élőben lehetett volna közvetíteni az eseményeket, mégis 24 óra alatt győzött a forradalom, s rá egy évre a tavaszi hadjárás során fényes tűzzelnek tartak a magyar katonák egy hatalmas birodalom hadserege ellen. A szabadságharcot pedig csak a hihetetlen túlerővel bíró, az országba megnyitott hadsereg tudta levenni. 176 év tárlatából is büszkén emlékezünk rájuk itthon és a Nagymunkában. Hirdetjük, hogy neki akkor, ott, márciusban sikerült. A gyerekek a kezdés megelőzően nagy izgalommal várták az előadást. Szerintem jó lesz meg minden, mert azért nagyon fölkészítenek minket a tanárok. Remélem, hogy jó lesz. Verset fogunk mondani, meg táncolunk, meg így eljátsszuk majdnem azt a napot. A tolnai iskolások méltó módon emlékeztek meg történelmünk egyik legfontosabb eseményéről. Tojásfa ékesíti Tolnát. A díszítés a vándorló szépkorúak baráti körének köszönhető. A csoport több mint 1500 tojással tette szebbé a települést. Zsinga János, a csoportvezetője már évek óta szerette volna megvalósítani a tojásfa dekorálást, erre most került sor. Sajnos olyan sok-sok más program is volt, így valahogy mindig ellapoltam ezt a fadíszítést, és most a tél folyamán, mondjuk a karácsony és új év között, amikor a csoporttársammal, a Lőgizellával beszélgettünk az éves programot, és mondom neki, figyelj ide, van nekem a évek óta dédelgetett, hogy gondoltam, hogy a városba egy tojásfát állítjuk. Akkor elkezdtem szervezni, a alpolgármester úrral, Berta Zoltánnal is egyeztettem, már nem egyszerű dolog, hogy nem úgy van, hogy a hasamra ütök, és akkor a közteleten egy fát elkezdek földíszíteni, ő engedélyt kellett, ő ebben első szóra mellém állt, és azt mondta, akkor tényleg legyen a városban egy tojásfa feldíszítve, vagy egy fa tojásokkal, és onnantól kezdve mentek a dolgok. Föltettük a csoport oldalára, és hála a Jóistennek, hogy a csoporttársak mindenki pozitívan állt hozzája. Most a tudomásom szerint 1550 darab tojás van feltéve, ami egyharmad része palisztiról, meg műanyag, de a többi azok mind kacsatojás, meg tyúktojás ki vannak fújva, és különböző technikákkal vannak elkészítve. Az alkalomra sokan jöttek a társulat tagjai közül segíteni. Mindenki örült, hogy van egy színes foltja a városnak. Itt pont a központban, itt van a Szentháromság szobornak a szomszédságában, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép lett, jó sikerült. A vezető a közelgő tervekről is beszámolt. A csoporton belül a húsvéti program már csak az lesz, hogy most megyünk jövő héten, rendszerességgel megyünk havonta ezt a Szigetvárra fürödni. Egy kicsit kényeztetjük a testünket, a lelkünket. Ránk fér, mert utóbbi időben nagyon sok volt a dolog, elfáradtak a csoporttársak, főleg ez a rengeteg tojás kifújással, a díszítéssel, minden. Most egy kicsit pihenünk, és akkor majd valamikor belevetjük meg magunkat az életbe. Rül Gizella elmondta, a tojások hosszú hetek alatt készültek el a tagok kitartó munkájának eredményeként. Vásároltunk készen műanyag tojásokat, aztán hungarocell tojásokat, de például
hungarocellből kis virágokat is csináltunk, vagy laminálva fölkerültek csibe rajzok. Tehát nagyon sokféle módon azt szerettük volna, hogy minél színesebb legyen. Izgultunk nagyon, mert ugye egész délelőtt esett az eső, hogy sikerül-e délután földíszítenünk. Aztán néztük nagyon az előrejelzéseket, hogy 2:30-tól már nem fog esni. Igen, nagyon sokan jöttek a csoportból, a fiúk főleg akaszgatták, a létrára másztak, a lányok a kis kampókat tették föl a szalagokra, a tojásokra, amivel a fához rögzítettük őket. És nagy öröm, hogy azért több csoporton kívüli városlakó is fontosnak érezte, és eljött segíteni, díszíteni, és nagyon sokan hoztak tojást is. A baráti kör a tojásfa díszítéssel szeretne hozzájárulni a város mindennapi életének színesítéséhez. Önök a Tolnatel Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!